A mástiben minden lesz, ebben lesz humor, lesznek komoly dolgok, lesz népdal, lesz poár köszöntő, boros ének, szóval minden. Igyekeztem, hogy ami belefér mondjuk ebbe az időszakba, ugye mert most van a farsang időszak, és ilyenkor mehet a humor. Ha szeret vizet, csónakába ülni, de nővérem, aki elvégezte a Színdarab Rendezői Akadémiát Keleti Mártonnál, és ő színdarabokat rendezett. És én, mint legkisebb a családba, ilyen nagy volt a korkülönbség köztünk, nővérem a színdarabokat rendezett, én meg, mint gyermek szereplő, már szerepeltem a színdarabokba. Édesapám szeretett mesélni, olvasni, verset mondani, ezért mi is szerettünk olvasni, verselni, mesét mondani. Tehát minden jó másolódik. A bukovinai székely mesemondó Sebestyén István az esten széles repertoáriát vonultatta fel a népi hagyományoknak. Dalaival, meséivel és nevettető történeteivel a székelység keserédes, de mindig humorral az élet felé forduló mindennapjait ízleltette meg a közönséggel. Mint mondtam, hogy 10 voltunk testvére, és mikor esténként összegyűltek a kómának, és a kóma asszony, édesapának nagyon dinamián kadarka borocskája volt, ne? És egy-két puár után az asszonyoknak erős megerett a nyelvig. A bukovinai székely mesék, ezek már megtalálhatók különböző országoknak a meséibe. Tehát a mese az nem ismer határokat, ugye? Csak a bukovinai székelyeknek a lelki világa található meg, és a humora ezekben a mesékben. Tehát föl van öltöztetve székelyesen. A népmesék bizony, most már vannak ezek a bukovinai székely népmesék, Sebestyén Ádám keresztapám össze is gyűjtötte 1-4-es kötet, és van egy nagyon híres mesemondó verseny, bukovinai székely mesemondó verseny, ami Kakazsról indult el, és minden 5. évben visszamegy Kakazsról. Tehát ahol bukovinai székelyek élnek, ott megrendezik ezt a mesemondó versenyt, vannak gyerekek, felnőttek, diákok, és a legközelebbi az most majd húsvét előtt egy héttel, igen, akkor lesz megrendezésre tartva, és reméljük, hogy egyre többen fognak jelentkezni hozzá. Édes uram, bár csak addig kész volna, míg nekem egy fehér lovat dobsz volna, gyárgyó pedig ez búl, egy hajtú le, hopp, így jár, és hávány, Jézus. Nálunk, mivel sokan voltunk testvérek, tehát mi összeszoktunk jönni, és akkor ez a széketréf, a székelyhumor, ez állandóan, ezek az emlékek jönnek elő, hogy mi volt gyermekkorunkban. Tehát nekünk nagyon gazdag gyermekkorunk volt. Tehát nekem nem kellett elmennem gyűjteni Erdélybe, mert én beleszülettem egy olyan családba, hogy egy tréfás székely ember volt az édesanyám, és egy gyönyörű, szép hangú asszony édesanyám. Tehát mind a két részről megkaptuk azt, amit egy gyermeknek szüksége van a fejlődés, és a testvéreim is, tehát mind tudtunk szépen énekelni, verselni, humorunk az kialakult már gyerekkortól, és a mai világban ez megint fontos lenne. Tehát igen, a gyerekeknek furcsa, már szinte már meg sem értik ezt a népi humort, úgyhogy múltkor olvastam egy Tamási Áron novellás kötetet, és belegondoltam, hogy vajon a mai gyerek megértene, amiről szól, amiről ő írt, hát nagyon nehezen. Nyugodtan fordulj a falnak, menj el, ingedet ne busulj, erre az asszony, nem merek meghalni, már attól félek, abba a helyben új asszony hozol a házhoz. Ó, te attól ne félj. Helyszáll hasonlót, úgyse kapos, amelyen te vagy, olyan nekem nem kell. Mert hát ugye szokták mondani a székelyen, rátart ez a csak az étes, ugye? Hát képzeljük el, a székely ember kívül a mezőn, és ha egyszer jön egy nagy gomatüdő, sebes eső, sován szél, esik az eső, úgy, hogy szakad le az ég, hát a víz kezd körbe kerülteni, felmenjen egy dombocskára a székely ember. Ha csak emelkedik ő is, emelkedik. Hát amint ott kucorogott a dombocskán, ha lássa a víz tetejének,
kalap úszik feléje, megkerüli a tombocskát, elúszik vagy 200 métert, megint megkerüli a tombocskát a kalap. Utána nyúls, emeli ki a kalapot, hát uram, ne hagyjál. A komáját vele együtt húzza ki a vízből. Azt mondja, koma, hát mit keres ebbe a nagy vízbeken? Szóval, jaj, komám, árvíz ide vagy árvíz oda, de számtani muszáj. A Vármegyeháza meghatározó épülete a megyeszékhelynek, az egyik legfontosabb szimbóluma Tolna megyének. Nem véletlen hát, hogy a Vármegyeházi estéknek, ahogy a neve is fémjelzi, a város ikonikus épülete ad otthont. A mese igazsága szoktam mondani, és ami benne van, ugye a gyereknek is meg lehet tanítani, hogyha köszönsz, vagy segítesz, akkor jót remélhetsz, mert jót cselekedtél. És a mai világban úgy gondolom, ez nagyon fontos lenne, hogy egyáltalán a gyerekek tanuljanak megköszönni. Ugyanúgy megtalálható az állatmese, a csali mese, a tréfás mese, ezek a párosító mesek, a csufondáros mesék. Ugye, mert régen, hogy születtek a mesék? Voltak különböző embertípusok, és a fösvény ember, ről is készült egy mese, a pletykás asszonyról is készült mese, a csufondáros emberről is készült mese, tehát ez így ment. Tehát meglettek, a mesében megtalálhatók azok az embertípusok, azok a figurák, amik régen és még ma is élnek, ugye, köztünk. Hát én vagy felek, ez akkor a pufáj lettek, mint egy sárkány. Ugye itt Ádám mindig vissza a Jóisten, és azt mondja a Jóisten, hogy ide ne hozz. Te tűrj neki, és ő tűrjön neked, de velem teszek egyetek. Hát azóta kínlódik az ember az asszonyból, mert se velem mondom, se nélküle. A mai kornak a Skype-ját is használom, ami a számítógéphez tartozik, mert a Skype-on keresztül föl lehet készíteni gyermekeket, tehát sokan kérnek információt, hogy hova érdemes a gyereket vinni, milyen mesét tudok neki ajánlani, és akkor megadok neki mondjuk egy mesét, ami illik hozzá, és akkor Skype-on fölveszik a kapcsolat, és akkor elmondja, akkor na, itt álljál meg egy kicsit, most miről van szó, most vegyél egy levegőt, stb. Tehát jó dolgokkal lehet használni a számítógépet, számítástechnikát. Szokták kérdezni, hogy hány mesén van, hát mi azt sem tudom. Mert az ember tud kettőt vagy hármat, abból már lehet egy negyediket, ötödiket csinálni. A Vármegyeházi Esték sorozat folytatódik, remélhetőleg továbbra is olyan teltházzal, mint Sebestyén István székely mesemondó estjén volt.